Itt találkoztunk a köztársaság téren. Hadd kérdezzem meg önt, mint aki már a régi téren is járt többször, hogy tetszik most a felújítás ezen szakaszában a tér? Nekem nagyon tetszik. Mi az, ami megragadta a figyelmét, és mi az, ami jobb, mint az előző megoldás? A beton eltűnt azon a részen, ahol a gyerekek alapvetően sokat mozognak, és a gyerekek imádják az apró köveket. Kövekkel játszani, vinni, akár egy a homokkal ugyanúgy tudnak, sőt, még jobban. Aztán a homok színe, tehát ez a fehér homok, ez nagyon jó, nem fogja meg a ruhájukat, kezüket, lábukat. Aztán a jövendő virágágyásos megoldás nekem tetszik, kifejezetten tetszik, és felfedeztem, hogy az ülő alkalmatosság bőven lesz, hiszen ezek a kövek alapvetően nem csak ülésre, hanem mászkálásra a gyerekeknél. Ott talán veszélyesnek tartom, tehát felnőtt kíséret feltétlen kell, mert a gyerekek nagyon szeretnek a szegély léceken járkálni, de oda feltétlen kell felnőtt kíséret. Ha elkészül ez a játszótér, lesz egy nagyon szép szökőkút is itt. Fognak ide járni, pihenni? Azért jöttünk éppen, a szökőkútat akartuk látni. Igen, biztos, hogy jövünk. Rendszeresen erre járunk. Hát én jelenleg el vagyok keseredve, látván, hogy itt mi lesz. Itt lakunk a köztársaság téren, mondjuk látványra biztos, hogy szép lesz, amit csinálnak, hogy fát ültettek meg cserjéket, de van egy 3 éves kisfiam, és útban van a következő, és ez egy kicsit aggodalommal tölt el, hogy ide rakták ezeket az éles betonoszlopokat, tehát aggódom, hogy bérletünk lesz a gyerekklinikára, hogy betörik a gyerek feje. Másrészt pedig ez a rengeteg kavics, hát általában a gyerekek motorral jönnek, vagy babakocsival jönnek a játszótérre, tehát lehetetlenség ebbe közlekedni. És én úgy tudom, hogy az EU szabvány az a gumitalp a játékok alá, és azt valahogy sehol nem látom. Nem tudom, hogy miért kellett azt a rengeteg jó állapotban, viszonylag jó állapotban lévő fajátékot eltüntetni innen, amikor azok még felújítható állapotban voltak, és egy fával körbe kerített játszótér volt itt. És engem is nagyon elkeserít, amit jelenleg itt látok. Milyen játékokra lenne igény, hogyha ez a tér elkészül? Hát főleg fajátékokra, kisebb mászókákra, kisgyerekeknek, egy nagyobb mászókára, nagyobb gyerekeknek, csúszdára, homokozóra, ami már készen van, de szintén betonnal körbe van kerítve, tehát szintén egy életveszélyes homokozó lett belőle. Meg hát nem is tudom, volt ott egy favonalt, amin tudnak ugye a gyerekek úgy ilyen képzeletbeli játékokat játszani. Tehát bármi, ami fából, vagy ami biztonságos eszközökből van, és természetesen valami biztonságosan körbe kerítve. Meglehetősen felemás ezek szerint a kép. Mi az, amit mégis előremutatónak és jónak tartanak a tér átépítése kapcsán? Hát az, hogy tényleg szép lesz, meg az, hogy eltüntették innen a régi a vasjátékokat, amik szintén veszélyesek voltak, ez jó. De helyette meg ezt hozták. Ezen a téren esténként gyakran nem kívánatos elemek is megfordulnak, hogyha esetleg látták ezt. Hallottunk róla, hogy már itt a szomszédnénik hallottak, hogy itt már üvöltözések, meg ugrálások, meg valószínűleg rongálások is lesznek, és amint én megláttam ezt a betondzsunglet, nekem ott az első ötletem, hogy tele lesz graffitivel. Tele lesz graffitivel. Tehát egy hét és szerintem telefestik. Mégis hogy fognak ide járni a gyerekekkel? Egyáltalán fognak ide járni ezek után? Nem biztos, mert ahogy elnéztem, itt a szemben lévő utca, Petőfi utcában felújítanak egy játszóteret, ami szintén fakerítéses, és hozzák oda majd talán, remélhetőleg, mert igazából nem tudom, mi zajlik ott, csak látom, hogy ott vannak az emberek és dolgoznak rajta, lehet, hogy oda át fogunk szokni, mert az is közel van. Érdemes lenne megnézni a gyerekeket. Levették a cipőjüket, mert a kavicsban már nem tudnak közlekedni, tehát így játszunk mezítláb zokniba. A kismamák után egy másik korosztály képviselőjét szeretném arról megkérdezni. Mi a véleménye a mostani építkezésről? Hogy tetszik önnek? Hát érezében én meglepődtem, mert most látom először, és most már látom, hogy egész előre haladott állapotban van. Ha ez tovább fog még egy kicsit javulni. Úgy értem azt, hogy ezek a földterületek befüvesednek, zöldek lesznek. A kiemelt részeken gondolom fákat fognak ültetni, vagy zöldet fognak ültetni. Hát azt a részt nem tudom, hogy ott még mi lesz, mert ott még nem jártam. De meg kell mondanom, hogy nekem tetszik ez. Sokkal jobban megközelíthető a följáratok, bejáratok, a homokozó rész. Én úgy találom, hogy
jobb lesz, mint amilyen volt. Az ön korosztálya ugye az unokákkal jöhet ide. Esetleg lejön egy újságot olvasni majd a padokra. Mit gondol, mennyire lesz erre alkalmas a pihenésre? Hát ezt nem tudom, mert még nem látom, hogy lesznek itt padok is vajon. Mert annak egyelőre még nem látom a nyomát. Igen, még a térbútorokat nem hozták el, de a helye látszik, néhány beugrót láthatunk itt, ahol nyilván padok fognak lenni. Leülne ön itt olvasgatni vagy nézelődni, hogyha jó idő van, mint például most? Bizony leülnék. Nagyon szívesen, és sokkal jobb, mert itt az ember az árnyékba leülhet. Ott látja az ember, hol játszanak a gyerekek és mit csinálnak. Érdekem, hallottam most már itt újságcikket, és kifogásolták, hogy micsoda beton rengeteg vagy van. Nem tudom, én nekem tetszik ez.